Április 24-én ünnepeltük a Magyar Népviselet napját. Ebből az alkalomból a Janus Pannonius Múzeum néprajzi osztályának vezetőjét kérdeztük a hagyományos baranyai öltözködésről. Mi is az a népviselet és hogyan alakult ki ez a változatos ruházat? Ugye, hogyha azt mondjuk, hogy Magyar, Baranya és Magyarország, hát ugye Baranyak is, valójában egy pici Magyarország, minden egyes népcsoport itt megtalálható nálunk. Az, hogy mennyire változik mennyire változott a népviselet, ugye azt, és ez minden, ez nem Baranyára, az egész országba, sőt, talán én mondhatom, talán a világon is. Minél elszigeteltebb egy kis közösség, minél hagyományabb, tisztelőbb egy közösség, annál tovább él a viselet, a népviselet. Ugye napjainkban azt látjuk, hogy nagyon kombinálják a viseletet. Tehát azt látjuk, hogy azok a bizonyos díszítő elemek, amelyek azelőtt egy bizonyos közösségre, egy bizonyos népre voltak jellemzők, én azt mondom, megjelenik egy farmeringen, vagy megjelenik egy ingen, egy galléron, egy új végön. Tehát vissza-vissza, én azt mondom, hogy talán egy kicsit romantikázunk, szeretnénk visszanyúlni a múltba. Igen, legyen. Nagyon jó, ha visszanyúlunk a múltba, mert a múltba ezek a különböző motívumok, igenis, ahogy mondtam, egy-egy népcsoportnak, egy-egy korosztálynak a viselete volt, és a rá jellemző hagyományokat így tudjuk most is nagyjából úgymond, hogy kísérni. Hogyan is nézett ki egy baranyai népviselet? Például egy szigetvidéki református magyar párt ilyen öltözékben láthattak akkoriban. Hát ugye a fején van a főkötő vagy a koron, koszorú, tehát mi? Hát ez azt mondja, fiatal asszony. És ugye, hogyha ránézünk a főkötőre és a koszorúra, hát milyen egy fiatal asszonynak a főkötőjekhoz? Világos, rózsás vagy fehér. Tehát a fiatalságot, az életet szimbolizálja. Ugye mi az, ami fontos rajtuk? Ugye megvan az ing az általában mindig fehér, az ingnek az ing végét azért díszítették, csodálatos, szép minták voltak rajta, de erre az ingre azért ugye ott van a nagykendő, az rá van kötve, az rajta van, ami szintén a fiatalságának szimbóluma. Amit most nem nagyon tudunk érzékelni itt ezeken a bábukon, tehát a népviselet beadat, az, hogy mi van a szoknya alatt. Ugye, hát a szoknya alatt azért ott voltak a pöndők, ott volt az alsó szoknya, ami kiemelte és mutatta annak a fiatal asszonynak. Nagyon érdekes, amikor azt mondja, a gazdagságát. Minél több alsó szoknya, minél több pöndő. Hát annál tekintélyesebb volt az a kedves fiatal asszony, az a menyecske. Ugye rajta van a csodálatos szoknya. A szoknya ugye mindegyikön megvan a dísze, de azért, ha visszamegyünk, és ugye napjainkba, én azt szeretném kérdezni, melyik fiatal asszony, melyik menyecske, melyik az a nagylány, aki kötényt hord. Nagyon ritkán hordunk kötényt, nagyon nagy ünnep, vagy nem tudom, milyen konyhai, otthoni munka lenne, de az utcán nem lát az ember kötényös menyecskét, kötényös asszony. Akkor azért a köténynek ott kellett lenni, mert a kötény valójában ennek a fiatalasszonynak, vagy ennek a nőszemélynek úgymond az egyik legszebb dísze volt. Ugye, mi férfiak azért általában egyszerűbbek szoktunk lenni. Ugye, itt van egy férfi legény, ugye a szélös gatya, és rajta a csizma, azt meg kell említeni egy férfi embernek, ugye, az egy privilégium, az egy kiváltság, hogyha egy igazi csizmája volt, ugye, ott van rajta a bőgatya, a bőg a fehér, minél több fodra volt, minél nagyobb, annál tekintélyesebb volt az a férfi legény, férfi ember, és ugye ott is a fehéring, ám itt azért a férfiaknál, ott az a fekete mellé. Ugye, hölgyeknél más egyéb cica ma volt, a férfinak csak egy csodálatos fekete mellénye volt, ám itt a mellén is az egyedi és különlegeség, hogy hány gomb volt, vagy dupla gombos volt-e, mennyire volt annak a mellénnek a galléria hímezve, kidolgozva, az is ugye azt a nem csak a tekintélyt, hanem azt is hangsúlyozta, hogy milyen alkalommal, mert azért ezek a ruhák, ezek a viseletek
Igen, a kiállítások az a múzeumokban arról szólnak, az ünnepi viselet, hát itt valójában mind ünnepi viselet van. Minél nagyobb az ünnep, annál csodálatosabb ruhát húztak magukra. És ugye egy férfi ember abban az időben. Hát kalap nélkül, ne haragodjon a világ, férfi ember kalap nélkül nem ment ki az utcára. De ugyanez elmondható a hölgyekre is, ugye, mert azon hölgy, aki még nem ment férjhöz, ugye, ő volt a magyar nyelv csodálatos. Ő volt a hajadon. Amíg nem mész férjhöz, hajadon van. Ki van a csodálatos? Szép. Hajad. Bontva. Valójában ez a haj az, ami a férfiak, nagyon sokszor úgy mondták az idősek, a férfiak megrontója. Igen, azért, mert látták. A nőjenség a csodálatos hajban látszódik. Ahogy a kedves hölgy férjhöz ment, ugye nagyon szépen mi azt mondjuk, hogy bekötötték a fehér. Bármilyen nyelven mondanánk ezt a szót, ezt a kifejezést, hogy bekötik a fejét, mindenki csak úgy érteni, a fázott a hölgynek a haja, a feje, bekötötte fejét. Mi tudjuk, ez férjhez ment ez a lány. Ez nem lány, ez már menyecske, fiatalasszak. Na, miután bekötötték a fejét, soha többet ez a kedves ifjú hölgy meg nem jelenhetett a nagy közönség előtt kibontott hajjal, mert megint egy csábítás lenne ezt a csodálatos haját. Csak a férjének mutathatta meg, meg a hagyomány azt mondta az anyósának. A népviselet tehát nem csak a ruházkodást szolgálta, hiszen az akkori emberek meg tudták állapítani a viselőjének családi állapotát, korát és akár anyagi helyzetét is. Ugyanakkor a különböző népcsoportokat is meg tudták különböztetni.